De nézzük most Szilágyit, mert a beadása majdnem megtalálja Julát. Hidikapásból óriási gól! A 38. percben Hidi Patrik bombájával már 3-0-ra vezet Marco Rossi együttese. Hát a forduló egyik legszebb gólja az egészen biztos Hidi Patriktól. Ott örülnek a kispestiek, Radosevic, illetve a Debrecen pedig talpon. Lenne, hogyha kivédekezték volna ezt, mert amit Hidi csinált, az egy egészen fantasztikus mozdulat volt. Szilágyit nem veszik komolyan, simán be tudja adni, éppen kifejelik Jule elől, aztán jön Hidi, és egy bődületesen nagy gól. A gólpasszát követően Hidi Patrik egy bámulatosan pazar találattal már 3 gólossá teszi a különbséget.